Komoly arcot, tessék vágni! Komoly arcot! Köszönjük szépen! Mi a?
most kiírta, érted? Hallgatnánk meg másodszorra, és a Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermek a házbizottsági ülés után és az ugandai külügyminiszter látogatása előtt igen szavazattal 55 nemmel és 15 tartózkodással elfogadtuk. Törvény 1880-ban meghozták, ugye a tervezetet, ez Steindl Imre munkája volt, 6 méter, és ez nem véletlen, a 96-os szám egy nagyon jelentős ugye, szám, csak egy kicsit jobban ismeri, a főváros legnagyobb templomának, a bazilikának a tornya is pontosan 96 méter magas. A túloldalon és a déli szárnyban az egykori alsóházi részen láthatok mindaz a királyi családoknak. Itt láthatok a címerei, melyek képviselői a magyar trónnak a törvényharmadában. És itt van egy közös kapcsolódási pontunk a német történelemmel. A király gyermeke volt ugyanis, második András magyar királyról van szó. Hát vezérszónoklatok hangoznak el. Néhány szót a jelenlegi parlamentről is. Hát ebben a teremben nagyon-nagyon sok, ha jól tudom, 440 is volt ezek után, meg 2018-ban idén is volt parlamenti választása, és mindkét alkalommal ugye 100. Tudni kell, hogy nagyon fontos, hogy ez a 2 percet meg kell tartani, ha túlépné az időt. Nagyon rossz a teremnek az akusztikai. Én is itt a mikrofonban beszélek, hogy mindenki jól hallja. Ez a parlament azért egy sokkal nagyobb Magyarország számára épült. Úgyhogy még egyszer mondom, érezzétek ezt. Segítettek összerakni a törvény javaslatot. Dr. Nagy András segítségével kérem, hogy tapsolják meg. A kapcsolatos előterjesztést szeretném előrehozni, ugyanis ma Magyarországon a támogató nyugba az ENS bizottság létrehozott egy 24 órában kell segíteni, akár az öltözés, evés és fürdetés mosdó, hogy ezt a napi 4 órát legalább 14 órába terjesszük ki ezt a 8 órát 14 órára. Ez Dr. Nagy András segítségével ki lehet számolva kérni képviselőtársakat, hogy nagyon gondolják át, és hogy melyik gombot fogják majd megint. Ugyanez a törvény javaslathoz tartozik hozzá a kilakoltatás. Egy épületben és egy szobában legalább 15-20 fogyatékossággal élő személy él. Szeretnék azt is javasolni, hogy uniós forrásokat tudjuk, hogy vannak uniós források erre a kilakoltatásra, és egy külön összeget erre is különíteni, hogy igenis a Budapesten élő fogyatékossággal élő sorstársaknak is legyen lehetőségük egy olyan intézményt létrehozni, ahol önálló életet tudnak élni. A költségvetésben biztosítsa a parlament. Aki ezzel a javaslattal egyetért, az nyomja meg az igen gombot, szavazás következik. Igen, nem tartózkodással lehet szavazni. Na meg én. Nyom meg az igen. 307. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Tarka Mária vagyunk Déváról, és az első törvénytervezetet fogom felolvasni. Gyermeknapon gyermekdíjak. Az első törvénytervezet arról szólna, hogy államunk mindenkori elnöke, ugyanúgy, ahogy a felnőtteknek különféle alkalmakkor díjakat nyújt át, a diákok körében is évente egyszer, gyermeknapon vagy tanév végén tüntesse ki azokat a társaikat, akik a legtöbbet tesznek a kiskorúak közössége érdekében. Szeretnénk, ha a kitüntetések odaítélésében az államelnököt ne a felnőttek által megítélt tanulmányi előremenetel
és nyújtsa különféle sport, művészeti téren a fiatalok által elért eredmények vezessék, hanem csak is az iskolák helyi diák parlamentjeinek a döntései. A diákok válasszák ki maguk közül az értük legtöbbet tevő társaikat, és ők maguk terjesszék fel elismerésre azokat a kiskorúakat, akiket ők már amúgy is sokra értékelnek. Meg vagyok győződve, hogy a kiskorú gyerekek is lehetnek a társadalom hasznos tagjai. Az ő munkájuk is lehet fontos, értékes, értékelésre méltó. Amennyiben a valós értéket, a lángot lámpatartóba tesszük, hogy az ragyogjon, és mindenkinek világítson, irányt is mutatunk az életcélokat kereső fiatalok számára. Köszönöm a szót. Ugye pedagógusnak az a célja, hogy feladatokat tűzni a gyerek elé, álmodnak álmodjon, és ugye lelkesítse őket. Én azt gondolom, hogy a gyerekek, ha tudják azt, hogy eljönnek akár nem Budapestre, és tényleg az ő munkájuk, amit a közösségért tettek, akár mit tudom én, egy születőbár megszervezésében, vagy egész éves munkájukat értékelik, akkor az biztos, hogy lelkesíteni fogja. És valószínűleg a többiek is, akik ilyen távolról haladnak a közösség életétől, meg nem a mi dolgunk, mi közünk hozzá, meg ilyen hangulat mondanak, ambicionálnak tudjon rám, ez egy nagyon fontos szempont, a tanuláson kívül, vagy tanulás mellett, a sport, a művészeti célok mellett, az is, hogy a közösségének hasznos tagjai legyünk. Hát annál az Isten tényleg, hogy egy ilyen díj legyen, és milyen jó lenne, hogy a Szent Ferenc Alkotmány diákjai közül is valaki ezt elnyerni. Én arra biztatlak, hogy az igen gombot nyomjátok meg. Gyerek mondta a nevelője, hogy szívem, kikapcsolod a televíziót, és az igen, hogy biztos legyek benne, kétszer is megjön. Díjat adni. Van ilyen, aki emellett szeretne érvelni? Hát akkor további támogató hozzászólásokat várok. Na megnézzük, hogy ki a bátor. Nem tudom, hogy mi kalandos útra mentünk csapattestvérhez. Akkor úgy döntöttünk, hogy egy gyermeket. Na, én azért gondolom, hogy az elég terjesztett javaslat egy igen megint, mivel az iskolában általában kapunk díjat évvégén azért, mert jó tanulók vagyunk, vagy mert az iskolának a nevét valamivel ellenítettük, például egy versennyel, vagy akár mással. Viszont sok olyan gyermek van, akinek lehet, hogy nem annyira könnyebb az iskola, és nekik, hogy is mondjam, lehet, hogy egy kicsit rosszul esik, hogy őket nem tüntetik ki semmiért. Igen, ez azért motiváló lehet, hogy tanuljanak, kitüntetnek, viszont hát akinek nem kap ezért kitüntetést, az lehet, hogy szívben jobb, valami másban sokkal jobb, mint a tanulásban. Például segíti a barátait, vagy... Aki nem tud tanulni,
az sajnos másban biztos jobb. Tehát itt belül a szívében sokkal jobb dolgokat csinálhat, mint az, aki egészen bújja a könyveket. És csak tanultam. Tehát, ahogy mondta Boró is, hogy odaáll, meghívja a barátait mondjuk egy kerti partira, és ott jól érzi magukat. Neki a szíve a helyén van, de azért szerintem nem muszáj tanulni. Így a kiskorú javaslat alapján a kiskorú képviselő felvét szavazhasson felelősen a gyermekei nevében. Igazából az azt jelenteném, hogy minden felnőttnek szavazata annyit ér, ahány kiskorúért felelősséget vállalt. Így a holnap építésében azok is beleszólhatnának, akik számára a társadalom a holnapot építi. Viszont az én gyerekemet előző este nem engedem el bújba. Másnap a szavazás napján az a gyerek nekem halálos ellenséget, tehát még azért is Y-ra fog szavazni. Hogy a helyzet súlyos volt, én nekem a hét gyereket.
Ha nagyon rossz napom van, és összeveszik az összes gyerekemmel, másnap elmenjük szavazni egyedül, felnőttként, tudatában, hogy igenis az az X a legfontosabb és a legjobb választás, viszont hetet teszek még az Y-ra, mert a gyerekeim azt szavaztak. Ezért gondolom, hogy nem lesz az előterjesztés. Magyarul tanít
szépen, az ülést bezárom, és házelnök úr mindenkinek egy kis ajándékot szeretne adni, miközben menjünk be, vagy el.